Hétfő délelőtt helikopterrel indultak a kormányhivatal szakemberei a parlagfüves területek légi felderítésére. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is július 1-én indult a fertőzött táblák kiszűrése, eddig földi és drónos felderítés zajlott. Az elmúlt években a legnagyobb problémát a nyírségben okozta az allergén növény. A kormányhivatal elsődleges célja nem a büntetés, sokkal inkább a jogkövető magatartás betartására hívják fel a figyelmet. A parlag fűmezőgazdasági és humán egészségügyi kártétele miatt lenne fontos a növény megfelelő írtása. Ezt kaszálással és vegyszeres gyomírtással megtehetik a földtulajdonosok vagy használók. A kollégáink azok augusztus 23-mal bezárólag 90 napot töltöttek földi felderítéssel. Ennek a 90 napnak a során több mint 100 ezer hektár felderítésére került sok, közel 7 ezer kilométernek a megtételével. Ezen kívül megkezdtük a drónos felderítéseket is, amelyekhez nagyon korszerű digitális eszközök csatlakoztathatók. A drónos, illetve a digitális eszközöknek a használatával Full HD minőségű fényképeket tudunk készíteni, illetve a teljesen pontos koordinátait meg tudjuk határozni a fertőzött területeknek. A hétfői légi felderítés során a helikopter szinte a megye teljes területét bejárta. Ez egy kifejezetten hatékony formája a parlagfüves területek kiszűrésének, tette hozzá Gégény Zoltán. A fertőzött területek méretétől függően a bírság 15 ezer és 5 millió forint közötti összeg lehet, valamint az eljárás költségét is a földhasználónak vagy a földtulajdonosnak kell megfizetni. Azt kell mondanom, hogy a fertőzött területek száma vagy mérete az elmúlt időszakhoz képest csökkent. Eddig mindösszesen 89 jegyzőkönyv felvételére került sor. Az ANTS hétfői tájékoztatója szerint a parlagfű pollen koncentrációja az ország nagy részén várhatóan továbbra is nagyon magas marad. Nyíregyházán és Szabolcs megyében 2-es és 3-as fokú riasztás van érvényben. Ez nagyon magas és extrém magas riasztási szintet jelent. A viharok előtti hirtelen feltámadó viharos szél nagy mennyiségben szállíthatja a parlagfű virágporát, ezért az ANTS azt javasolja az allergiás betegek számára, hogy amennyiben tehetik, zivatarokat megelőző, szeles időben kerüljék a szabadban tartózkodást.